igazából ez a modell nem sok mindent szokott bennem megmozgatni, tényleg egy kivételesen jó autó, viszont így minden másból úgy általában csak ilyen átlagosnak szoktam hozni, és emiatt mindig érdekes, hogy ha kapunk egy új változatot, akkor az mennyire tudom majd megszeretni, és érdekes módon most először kaptunk egy olyan autót, ami külsőre, ugye elsőre megnyert, méghozzá azért, mert a Seat-hez most már lehet kapni egy GT Line nevezetű csomagot, ami egy kicsivel sportosabb, dögösebb, és ez egy piros színnel párosítva egészen megnyerő, sőt, ugye már mondhatom is egy hét együtt járkálás után, hogy az emberek nagyon szerették, és sokan megkérdezték, hogy mi ez és miért van rajta például a két kipufogó. Erre mai napig nem tudom a választ, és majd később elmondom, hogy mekkora motor van benne. De összességében azt gondolom, hogy nagyon kis látványos ezzel a csomaggal ez az autó. Ami miatt ezt az autót megkaptuk, és ami miatt érdekes lett, az sokkal inkább a motor, hiszen most már ebben is lehet kapni 1 literes turbós, 3 hengeres motor. Önmagában a paraméterei alapján egy kiváló motor lehetne, hiszen 120 lóerőt ad le, 171 Nm-es nyomaték, alig több mint 11 másodperc alatt gyorsul 100-ra ez az autó. 180 feletti végsebességről is beszéltünk, de valahogy a kép mégsem állt össze. Most, hogy egy hétig jártam vele, nem nyert meg. A fő furcsaság az, hogy a karakter olyan, mint a régi turbomotoroknak, tehát megvan a turbójuk. Az ember így gyorsítgat, akkor jó nagyot belehúz, majd váltunk egyet, és egy fél pillanatig kihagy, nem történik semmi, majd újra belehúz. És ez a karakter, ez tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon meglepő a mai világban már, hiszen már tényleg azt szokhattuk meg, hogy a turbomotorok is teljesen egyenletesen lentről szépen húznak, és nincs velük semmi gond. A másik furcsaság pedig az, hogyha az ember elkezdi pörgetni, tehát mondjuk a GT Line külsőhöz megfelelő menet teljesítményeket vár el, akkor 5000-nél belassul az egész jelenség, pedig ugye a maximális teljesítményet ennél magasabb fordulaton adja le, de 5000-nél belassul, és van olyan pillanat, amikor már el se hittem, hogy ez a motor valaha elforog a 6000-ig. Ebben szerepet játszott az, hogy a 6 fokozatú változ viszonylag hosszúra van átételezve, tehát a 130-as sebességhez, ha jól emlékszem, ilyen 3000-es fordulatot kell csak kb. Valamivel magasabb, mint 3000-es fordulatot elérni. Tehát ha végigforogna ez az autó minden fokozatban, akkor nagyjából 280-at menne, ami ugye lehetetlenség. Ez az átételezés szerintem nem való ehhez a motorhoz, főleg úgy, hogy tényleg megvan ez a turbójuk is. Alapvetően gondolom a fogyasztás miatt találták ezt így ki, de a fogyasztáson se látom, hogy annyira látszana ez, hiszen ha nagyon óvatosan járkáltam vele, akkor 7 liter körül fogyasztott az autó, ha meg egy kicsit lendületesebben, akkor ez már inkább 8, ami összességében nem rossz, de ugyanezt ugye az 1.4-es benzines is tudja. Külsőre, meg belsőre, felszereltségre nagyon egyben van a kocsi, továbbra is nagyon nagy előnye, hogy 7 év garancia van rá, tényleg nem tudok belekötni, nagyon kellemes, minden benne van, tényleg még kormányfűtés is, nagyon-nagyon szerettem vele járni, a külső alapján, mert tényleg most már izgalmas is, de valahogy ez a motor, tudom, hogy mai világban már ez a divat, és hogy ez lesz minden autóval, de valahogy ez itt nem állt össze nekem. És hát a harmadik tényező, ami miatt mégsem választanám ezt, az pedig az ára. Számomra kicsit el van árazva. Az 1.4-es válthatná ez a modell, ugye 120 lóerős teljesítményével már az 1.6-os, ugye, ami 135 lovas, vehetük figyelembe, és ehhez képest az 1.6-os olcsó. Tehát az erősebb motorral szerelt szívómotorral mondjuk változat az olcsóbb azonos felszereltség mellett. Az más kérdés, hogy a GT Line csomaghoz csak az 1 literes turbós benzinest és az 1.6-os dízelt lehet venni, de ha valaki egy sima átlagos szidet is el tud képzelni, azt kell, hogy mondjam, hogy 300 ezer év sokkal jobb választás az 1.6-os benzines. Egyébként ez az autó ugyan van, több mint 6 millió forintba kerül, nekem ez is egy picit sok, úgyhogy bár megnyerő külsőre, és tényleg sok mindent meg tudtam benne szeretni, mégis az egész kép az nem állt össze.